Úristen! Úristen! Valaki! Valaki! Úristen! Hétköznapjaink szürke sokaságában alig vesszük észre azt, ami körülvesz minket. Legyen szó új utcanévről, új üzletről, reklámplakátról, vagy egy eddig önök számára teljesen ismeretlen veszélyforrásról. Jó napot kívánok! A nevem dr. Hakim Babarora Kügelkezze, és szeretném megosztani jó magam és néhány társam kutatásait, mellyel bizonyítani akarjuk az önök számára korunk legnagyobb fenyegetését, a sunadisznó létezését. Leleplező kísérletünket kezdjük egy kis eredettörténettel, majd néhány szerencsés szemtanú beszámolójával. Mi is a sunadisznó? A lény évezredek óta él, ám létezését mindezidáig homály fette. Profi csapatunk végre lelántja a leplet az eddig eltitkolt jelenségről. Először az ősember részlelte a szörnyet, melyet meg is örökített barlang rajzain. Ezek az egyszerű mázolmányok a kevésbé csavaros eszűek számára szimpla szarvasmarhának látszódhatnak. Ám ha közelítünk és élesítünk, már is megtekintjük a bestiát, ugye? Nem is olyan nehéz. Na már most, vessünk egy alapos pillantást a rögzített képre és a méltán hírest, szintén őskori Stonehenge kőrakásra. Az állatlábainak állása és a kövek elhelyezkedésének hasonlósága talán véletlen lenne? Nem hinném. De hát nem isznek nekünk. Rendben van. Azt mondom, rendben van. Újabb, megdöbbentő bizonyítékokkal tudunk szolgálni. Ugyan később, a fáraók korában már isteneket kellett ábrázolni a hieroglifákon, de néhány titkolózást nem tűrő művész itt-ott hagyott sunadisznó ábrázolásokat az utókornak. Kedves nézőink! Ugorjunk kicsit az időben, hiszen következő felfedezésünk korunkhoz kicsit közelebb állhat. Sajnálatos módon rengeteg fals és nevetséges összeesküvés elmélet született a szabadkőművesekkel kapcsolatban, miközben az egész jelképrendszer egy alakot centralizál. Erre neves sunológusunk is rájött már, Kölcsey Kálmán. Jól megfigyelhető, ahogy a suna, mint virágok, és szögmérő, mint disznó, megmásíthatatlan módon jelenik meg. Olyan, magukat történészeknek hazudó szélhámosok találtak ki abszurdabbnál abszurdabb belemagyarázásokat ebbe a történetbe, akikhez nekünk semmi közünk. Mi csak a valóságot szeretnénk odavarázsolni az ön képernyőjére. Az ezek utáni szeptikusok számára igyekeztünk egy lélegzetelállító képsorozattal előállni. Mert kinek az arca tűnik ki a füstfelhőkből egy pillanatra? A sunadisznóé. Ki az, akire Oswald valójában célzott a Kennedy merényletnél, csak elvétette a lövést? A sunadisznó. Ki volt az, aki az erdő sűrűjéből manipulálta a II. Világháború kimenetelét? A sunadisznó. És végül, ki intézte el, hogy DiCaprio ne kapja meg az Oscart? Hát a sunadisznó. Igen, tudom, hogy hihetetlen. A hiba nem az önök készülékében van. Most, hogy önök is részesei a tisztánlátók csoportjának, már csak egy kérdésük maradt. Hogyan lehet, hogy elkapjuk azt a lény, amelyet eddig évszázadokon keresztül senkinek sem sikerült? Nos, a maják egy valamiben nem tévedtek. 2012 valóban különleges év a bestia szempontjából. Most, 2 éven keresztül meggyengült erővel kell járnia az erdőket, szűzlányok és kecskék vére után kutatva. Interjú alanyaink segítségével hiszem, hogy legyőzhetjük az állatot, és megmenthetjük az emberiséget a teljes pusztulástól. Kezdődjék a vadászat! Most pedig hallgassuk meg az utca emberét. Mondom én, teljes biztonsággal állíthatom, ahogy itten állok, hogy ott világítottak a szemei. Én láttam a két szememmel, hogy ott világítanak. Meg is ijedtem ám. A fröccsöt azt, mikor kapom meg.
majd a forgatás után. Hát ahogy ugye az előbb beállítottam, ott világítottak kifelé az óból szemei, miközben ganéltam. Attam meg, megrémültem, ott inadásznak eredtem, ahogy mondom. Akkor levittem sétáltatni a picúromat, és sétáltunk úgy az erdőnél. És ott volt egy olyan furcsa izé, és egy olyan dolog, és olyan furcsa hangot adott ki, és annyira megijedtem, de annyira nagyon, és picúr is nagyon megijedt, és elkezdte ugatni azt az izét. És már fogod egy picit? És annyira nagyon megijedtünk, hogy a szívünk dobogása majdnem leállt a dobogása a szívünknek. És ezt a szörnyű élményt én nem akarom átélni még egyszer, mert ez annyira szörnyű élmény, hogy ezt nem lehet még egyszer átélni. És lehet, hogy hülye vagyok, de okos az nem. Csuna disznó? Mi a f***? A következő úriember, úgy hallottam az előbb Kantoli rézet, úgyhogy biztos jártas lehet az ilyen okosságokban majd. Kérdezzük is meg. Szia, ne haragudj! Korunk fenyegetéséről, a Suna disznóról szeretnék. Kicsáú, ide jössz azt meg az arszedzésembe, húzzá, hogy nem jött szétcsaplak! Interjú alanyaink számos értékes információval szolgáltak. Azonban, mielőtt szerény létszámú csoportunk hajtóvadászatot kezdhetett volna a Suna disznó természetes élőhelyén, hosszas számolásokba és spekulálásokba kezdtünk az ügy érdekében. Hogy csak az a spekulálásokkal, Abdu? Egész jól. Logaritmus, hiper, kettőt, a 6 plusz szóval a köbdök alatt a négyzeten, ami... Mire jöttél rá? Úristen! Rája. Kutatjuk a Suna disznó után a nyomokat társaimmal. Átfagytunk átlászni, de csak magunk miatt nem adjuk fel. Megkeressük a Suna disznót és felvesszük. Istenem, gyertek, folytassuk az expedíciót. Istenem, láttátok ott? Nem. Hol láttad? A bokrok mögött. Ott volt valami. Hogy csak a képzeletem. Menjünk tovább. Úristen, ott! Hol? A fákon! Két szemét! Vagy... Nem akartam, vagy, de láttam! Vagy mégsem. Menjünk tovább. Úristen! Van valami a nadrágomon! Jaj, olyan ne? Nedves! Az enyémben is! És olyan forró! Jaj, nagyon nedves! Istenem, egyre nagyobb lesz! Úristen, hogy nézd! Annyira nedves! Hát a Suna disznó! Biztosan a Suna disznó! Nem tudom! Még legyengített erővel is, akkora befolyása van a nadrágok nedvességére! De félek, Vladimir! Fussatok el! Fussatok! Hagyjatok itt! Jelentkezzetek ki a Facebookomról! Úristen! Úristen! Valaki! Úristen!
Úristen, Abdul! Mit tett veled? El kell menekülnöm! El kell menekülnöm!